A Tisza Gergely még épp hogy hoz magával jeges darabokat, a bújtosi tó viszont szinte már teljes egészében be van fagyva. Azonban távolról is jól látszik, hogy a jég több helyen olvat, és még a vastagsága sem megfelelő ahhoz, hogy biztonsággal megtartson egy embert. A jégen tartózkodásnak számos ismert és kevésbé ismert szabálya van, ezek betartása pedig akár életet is menthet, mondta el televíziónknak Molnár János, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság neményi vízirendészeti rendőrőrsének parancsnoka. Szabadvizek jegén akkor lehet tartózkodni, ha a jég az biztonságos, e, illetőleg vannak tiltó rendszabályok, tehát tilos éjszaka és e, rossz látási viszonyok között, e, tilos folyóvizek jegén tartózkodni, tilos gépjárművel a jégre menni, kivéve a biztonságos munkavégzés esetén, tehát a nádvágókra gondolunk itt, és e, tilos e, az olvadó jégre, illetve a rianó jégre rámenni. A tavak befagyott felületein csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog és elég vastag. Ez azt jelenti, hogy ha a fagyásban lévő jég már legalább 8 centi vastagságú, akkor egy embert jó eséllyel elbír, csoportosan 15 centi fölött merészkedhetünk a jégre, 18 centi vastagságnál pedig akár már eszközökkel, szánkóval és korival is a jégre léphetünk. Ha valaki mégis a jeges vízbe esik, a mentés szabályait is érdemes betartani. A mentés mindenképpen úgy célszerű megkezdeni, hogy magunkat ne veszélyeztessük, tehát a saját épségünket. Amennyiben ezt nem tudjuk kivitelezni, akkor mindenképpen segítséget kell kérni. Amennyiben el tudjuk kezdeni a mentést, tehát rendelkezésünkre áll egy akár egy hosszabb faág, vagy egy kötél, amit oda tudunk dobni a jégbe szakadnak, akkor elkezdhetjük a mentést. A mentésnél mindenképpen az a legfontosabb, hogy megnyutasuk azt, aki a légbe szakadt, hogy nyugodt legyen, ne kapálózzon, ne törjön még nagyobb jeget, és megpróbáljuk kihúzni a, a jég tetejére, és ha már kint van, akkor az a legfontosabb, hogy minél nagyobb felületen feküdjünk a jégen, tehát tegyük szét lábunkat, kezünket, és úgy próbáljunk a part felé e, kievickélni, vagy kihúzni oda a part felé. Amennyiben nincs más eszközünk, akkor összekapaszkodva több ember, tehát mint egy élő lánc, e, mi is kezünket széttesszük, és akkor úgy, úgy húzzuk ki a balba jutottat. A panasnok hozzátette, a lékvágásnak is szigorú szabályai vannak. Azt mindenképpen jelölni kell. Az egy négyzetméternél nagyobb légvágását pedig piros-fehér szalaggal körbe is kell keríteni a balesetek elkerülése érdekében.